Havazott a Mátrában és a Bükben is több helyen 30 cm-es hótakaró alakult ki. A hirtelen jött csapadék miatt egyes részeken fák dőltek az utakra, mert nem bírták el a hó súlyát. Vezetékszakadás miatt több településen szünetelt az áramszolgáltatás. Örülök neki, hát nem láttunk havat már évek óta. Néhány centi, de mégis összefüggő hótakaró borítja most a kékes tetőt. Sokan azonnal hótaposót húztak és igyekeztek az ország legmagasabb csúcsán az első havas szelfiket készíteni. Voltak, akik az ország másik végéből érkeztek megcsodálni az első fehér hólepelt. Hát örülünk neki, mert mi elég messze távolról jöttünk a Vas megyéből, és egy kicsit örülünk most, hogy itt ilyen a vastájt találtunk. Reggere vastag hótakaró borította be a bükk legmagasabb csúcsait, ahol napközben is fagypont alatt alakult a hőmérséklet. Átlagosan 20-30 centis hótakaró alakult ki bánkuton. Több helyen fák dőltek az utakra, ami nehezítette a közlekedést. Sok helyen a közútkezelő szakemberei vágták a faágakat és takarították az utakat. Késő estére már látszódott, hogy ez ebből igazából problémák lehetnek, mert hogy a fáknak a levelei nem bírták ezt a a terhelést, vagy hogy azon megragadt ugye a hó, és akkor estére, vagy egész éjszaka szinte azt lehetett hallani, hogy tördelnek le a fák, a galjak, és ebből lettek igazából problémák, így az áramellátás, illetve az úton való közlekedés. Sokan azért felmerészkedtek a helytetőre is szánkozni, kirándulni. É, igen, egy picikét az ősz az ugye elmaradt, most hirtelen bejött ez a hó, de ez van ilyen az időjárás. Azonban sokáig nem ürülhetünk a fehér hótakarónak, ugyanis jövő héttől felmelegedés érkezik. Egyes helyeken akár 20 fok körüli csúcshőmérséklet is lehet.